Tegnap még azt láttuk itt az első harmadban, hogy hősiesen védett a kapunkat, aztán egy bravúr után megsérültél, és hát látszott, hogy a mozgásodból nem biztos, hogy vissza fogsz jönni a folytatást, és így is lett, mi történt? Igen, a 16. percben, amikor átcsúsztam a hosszú vasra, akkor kicsit kifordultam, és ugye lett támadónál volt a korom, ezt próbáltam magam megállítani, és akkor roppant egyet a térdem, ugye nem esett jól, és akkor a sípszó után annyira nem volt vész, és azt a 4 percet még le tudtam játszani, de sajnos megsérültem, még nem tudjuk pontosan, hogy mi az, hogy lehet, hogy a belső szallagom részlegesen, vagy az izom rost szakadt, nem tudjuk most így megmondani, ugye csak röntgenen voltam, azon meg nem lehet eldönteni, de van egy pont itt a térdem belső oldalán, ami fáj, és ugye a kapusnak ugye pozícióban, hogy amikor rogyasztja a térdét, ugye az terhelve van, és hát pont az a rész fáj nekem. És mi történt az első harmad után? Téged be is vittek mindjárt a kórházba, nem is láttad a folytatást? A második harmad végén mentünk be a kórházba, a második harmadot az csak ott a masször ágyon feküdve, ott jegeltük a térdemet, és akkor utána mentünk be a kórházba. Neked a másik harmadba kellett beállni a tegnapi mérkőzésen, ami jól sikerült, te azt a harmadot hogy élted meg? Hát mindig nehéz mérkőzés közben beállni. Próbáltam a legjobbomat nyújtani, és arra fókuszálni, hogy tudjam segíteni a csapatot, ez a második harmadban sikerült is. És ez utána Nagy Gergő is mondta, hogy arról beszélgetettek az öltözőben, hogy valami nagyon nagy dolgot tudtok majd itt végezni, aztán nem ez történt. Mi történt pontosan az utolsó harmadban? Igen, azt gondolom, hogy az öt harmadban, amit ugye az utolsó harmadig játszottunk, lehetett látni rajtunk, hogy nagyon elszántak voltunk, és mindent feláldoztunk, mindent kiadtunk azért, hogy legyen esélyünk még az utolsó napon valamiért harcolni. És azt gondolom, hogy egy picit, amikor ez úgy elúszott, akkor ez lelkileg egy erős törés volt a csapatban, nem tudtunk már jó döntéseket hozni, nem egyszerűen teljesen szétesett a játékunk, és onnan már nyilván nem volt visszaút. Ez sajnos így sikerült, mindenki elégedetlen, mert azt gondolom, hogy kétharmad után 1-0 állni Lettország ellen, ez azért jó teljesítmény, és tényleg ott volt a kezünkben, a második harmadban is volt egy pár helyzetünk, hogy akár még szorosabb legyen, és amint ez egy picit elment, onnantól igazából egy ilyen lelki törés, egy lelki gát volt ez a csapatban, hogy most már tényleg nem tudunk semmilyen nagy dolgot végrehajtani, amiért eddig azért szívvel, lélekkel megharcoltunk, és ezt nem tudtuk feldolgozni elég gyorsan a harmadik harmadban. Te hogy élted meg, hogy sorra jöttek a gólok a kapudra? Hát borzasztó volt. Próbáltam mindent megtenni, próbáltam úgymond a gólokat kizárni, és csak a következő lövésre koncentrálni, de hát nagyon nehéz, amikor tényleg ilyen nagy zicsereik vannak az ellenfélnek, és ilyen jól működik az emberelőnyös játékuk. Úgyhogy hát nem nagyon tudok mit mondani, tényleg próbáltunk visszazökkenni, de ez abszolút nem sikerült, és ezt a lelkitörést ezt egészen az utolsó dugaszóig cipáltuk a saját hátunkon. Hogy reagáltál arra, amikor megtudtad, hogy mi lett végül a végeredmény? Hát persze, nem örül ennek az ember, tényleg olyan szoros mérkőzés játszottunk egy ilyen lett csapat ellen, azért most legyünk őszinték, annak ellenére, hogy ilyen lett a harmadik harmad, azért két harmadig ugye nagyon jól tartotta magát a csapat, és küzdött, hajtott. Ez más szint, ide szeretnénk mi is eljutni. Mennyit gondolkodtál még a mérkőzés után a történteken? Hát elég sokat, éjszaka nem aludtam túl sokat, de ma már egy új nap van, és tényleg most már muszáj arra koncentráljunk, hogy ez nem történt meg többet, és hogy holnap a szurkolóinkat valamennyire kárpótoljuk az olaszok elleni meccsen. Beszélgettetek azóta társakkal, akár a kapustársakkal, hogy mi történt az utolsó harmadban? Nem, igazából nem, biztattuk egymást, hogy fel a fejjel, ugye újabb lehetőség lesz majd vasárnap, és szeretne a csapat mindenképpen ugye egy győzelemmel zárni ezt az olimpiai selejtezőt. A kapitány beszélt azóta veletek? Ugye volt itt egy edzés is ma délőtt, amint te nem vettél részt. Igen, én nem voltam benne, de, úgyhogy nem tudom, hogy mit mondott, ezt majd a srácoktól kell megkérdezni, de az biztos, hogy biztatott minket, és mondta, hogy előre tovább, hogy ne lehajtott fejjel járjunk meg, hogy
higgyünk magunkba. Természetesen voltak megbeszélések, azt gondolom, hogy el kéne felejtsük, mert a jövőben, hogyha ilyen történik, hogy bármilyen nagy tornán mondjuk már nincs esélyünk nagy eredményt elérni, akkor sem szabad lelkileg így összetörnünk, hanem tényleg büszkének és tökösnek kell lenni az utolsó dudaszóig, és csak utána szabad összetörni, hogy nem sikerült elérni a célt, amit azért szerettünk volna, tudtuk, hogy nem vagyunk esélyesek, sőt, hát gyakorlatilag az esélytelnek nyugalmával jöttünk, de ezt a lelki dolgot ezt nem szabad elfelejteni, mert a jövőben, ha ilyen történik, akkor hamarabb kell erre reagálnunk, és hamarabb kell túltenni magunkat ezen a lelki törésen, és nyilván holnapi napra kell ezt csak elfelejteni. Aztán utána lehet még róla beszélni, meg lehet róla elemezni, meg lehet pszichológusokkal beszélgetni erről, de most tényleg az a legfontosabb, hogy erre a maradék, ugye a mai napra, meg a holnapi napra ezt elfelejtsük, és csak arra koncentráljunk, hogy önbizalommal és jól játékkal játszunk holnap az olaszok ellen.